A 2014-15-ös tanévtől kezdődően van lehetőségük a diákoknak felvenni a HPV vírus elleni védőoltást térítésmentesen. Bár az oltás később is beadható, két okból is tanácsos élni ezzel a lehetőséggel. Egyrészt ebben az időszakban a leghatékonyabb, másrészt később már több mint 100 000 forintba kerül, mondta el dr. Papp Károly, a nyíregyházi Józsa András Kórház szülészfőorvosa. A fiúknak, lányoknak ingyenes az oltás, viszont ezt a szülőknek jelezni kell, ezt úgy hívjuk, hogy kötelezően ajánlott oltást, tehát bele kell egyezni a szülőnek, és a szülőnek kell kérni, hogy oltást legyen. Ezt a kérést gyakorlatilag 11-ig tehetik meg. Ha nem teszik meg 11-ig, akkor az ő gyereküknek ez a nagyon-nagyon-nagyon drága oltás ingyenesen nem lesz biztosítva, jövőre a következő korosztálynak lesz csak biztosítva. A főorvos hangsúlyozta, a HPV elleni oltás a nők esetében 93%-ban véd a méh nyakrák kialakulásától, de a férfiak számára is legalább ilyen fontos, mivel az összes daganatok kialakulásában a HPV mintegy 6-9%-ban felelős. Ezért érdemes akár felnőtt korban is beadatni, mivel még így is akár 55-60%-os védettséget adhat, illetve segít abban, hogy a már megfertőzöttek esetében ne újuljon ki a betegség. Papp Károly elmondta, a HPV vírus nem csak szexuális úton kapható el. Azt mondják, hogy szexuális úton terjedő betegség közé sorolják, de tudjuk azt, hogy nem csak ezen az úton terjed nyállal, bőrrel, kontaktussal, bárhogy, hiszen sajnos a kis gyerekeknél is elő szokott fordulni a légcsőbe és különböző torokban előforduló változásokat találunk nála. Tehát a válaszom arra, hogy elsősorban szexuális úton, de nem csak szexuális úton. Ez azért is fontos, hogyha egy monogám kapcsolatban érő pár van, és a HPV előfordul, akkor nem másra kell gondolni, lehet, hogy más úton szerezték ezt a fertőzést. Az iskolai kampányoltás keretében a vakcina igénybevételi aránya a lányok körében évek óta 80%, a fiúk esetében 68%. A főorvos felhívta a figyelmet, hogy a méhnyakrák, a hüvelyrák és a végbélrák mellett a középgaratrák, a péniszrák és a szeméremtesti rák kialakulásáért is nagy százalékban a HPV vírusa felelős. Ma Magyarországon több mint 500 nő hal meg ebben a betegségben. 500 nő hal meg méhnyakrákos betegségben, és kb. 1300-1400 azon eseteknek a száma, ami minden évben kiújul. Ahol ezt nagyon komolyan vették, régen bevezették, nagy számban részt vesznek, akár az oltásban, a szűrésben, akár az utógondozásban, ott már ott tartanak, hogy ez a szám ennek a töredéke 40-50-re esett le. Tehát igenis meg tudjuk oldani, igenis van védekezés, igenis meg lehet oldani a kérdést, de ez együttműködése a lakosságnak, a érintetteknek elengedhetetlen. Aki nem vette fel a védőoltást, de átesett a HPV fertőzésen, a főorvos szerint 60% körüli az esélye, hogy meggyógyul belőle. Ugyanakkor a HPV fertőzöttség nem jelenti automatikusan azt, hogy ez valamilyen rákos megbetegedéshez vezet. De az ennek nyomán kialakuló daganatos megbetegedés kockázatát a védőoltást tudja a leghatékonyabban csökkenteni. Idén szeptember 11-ig kérhetik a szülők gyermekeik ingyenes oltását.